A rájátszás első felében rendre idegenben lépett pályára a nyíregyházi kosársuli, így a második szakaszban hazai környezetben fogadhatja az ellenfeleket az NKS. Az elmúlt hétvégén 24 órán belül két riválisát is legyőzte Farkasinszki Gyuláni együttese. Először a 7 emberrel érkező pécsi Pinkes ellen nyert 19 ponttal a házigazda, majd a tatai ese csapatánál bizonyultak jobbnak 18 ponttal a Pap Klaudiájék. Magabiztosak voltunk, és igaz, hogy nem szeretett akkora arányú győzelem, mint amit mi Pécsen maradtunk a Pink felett, de ettől függetlenül végigvezettünk, minden játékosunk játék lehetőséget tudott kapni. Ez szerintem egyszerű volt, tehát nem volt különösebben, még ilyen nagy taktikai dolgokat se kellett végrehez vinnünk, tehát még a védekezésen se kellett nagyon változtatnunk. Egyszerűen lejátszottuk a mérkőzést, örültünk annak, hogy nyertünk. Másnap ugye jött a Tata, aki szintén ugyanebben a cipőben volt. Ők előző nap Diós Győrbe voltak, úgy jöttek át hozzánk, ők éppen megvoltak 10, de edző nélkül jöttek, mert az edzőnek valami komoly betegsége van, tehát ő nem tudok velük utazni, egy másodedzővel jöttek el. Na most ugye ez általában minden csapatnál azért ez gondot és problémát okoz, hogyha nem a saját edzőjükkel játszanak egy mérkőzést. Az NKS szombaton az Alaegerszeget fogadja. A mérkőzésen köszönnek el a 3x3-as világbajnoki ezüstérmes Pap Klaudiától, aki az élvonalbeli Beac Újbudánál folytatja pályafutását. Utolsó mérkőzés, de úgy néz ki, hogy azért sikeresen veszít ezeket az akadályokat a gyógytornászi szakon, és ugye én eddig is az volt az álma, hogy tovább lépjen NB1-ába. Na most ez sikerült, ugye alá is írt már, tehát biztos, hogy jövőre már NB1-ában fogja folytatni, tehát ennek így kell lennie, tehát ez így természetes dolog. Végül is ő már ezt a mezőnyt, én úgy gondolom, hogy kinőtte. Hát most egyik szemünk sír, a másik azért nevet, örülünk, hogy tovább tudott lépni. Ettől függetlenül ugye azért hiányozni fog a csapat életéből, de amikor sérült volt, akkor azért próbálkoztunk már, hogy akkor nélküle is talán hogy fogjuk tudni megvalósítani a következő éveket. A nyíregyházi kosársuli Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.